A jó adószakember nyáron sem pihenhet. Marjai Gyulával, a Vállalkozók Országos Szövetsége fővárosi és Pest megyei regionális szervezetének vezetőjével már megkezdtük a nyáron életbe lépett adóváltoztatások felsorolását. Most ezt a sort folytatjuk az utazással, a kiküldetéssel kapcsolatos változásokkal. Augusztus 1-től itt is valamit másképp kell csinálni. Így igaz, mint ahogy a múlt adásban már beszéltünk róla, augusztus 1-én új törvényi szabályozás lépett életbe. Sok helyen változott a személyi jövedelemadó törvény például, de ugye tudjuk jól, hogy az EKR is változott, ugye a múltkor már beszéltünk róla. Egy mondatot engedje meg szerkesztő úr előtte, mielőtt a részletekre térnék ki, és talán azt tudom mondani az adózók számára, pozitív jellegű változások következtek be augusztus 1-jével, de azért tudjuk jól, hogy úgy a könyvelőknek, könyvvizsgálóknak, adószakértőknek, ezek az évközi adóváltozások, de hát főleg a vállalkozóknak igazából tesznek jót. Új eljárások, új jogszabályokat átnézni, azoknak a pontos betartása. Én valahogy úgy vagyok vele, és ezt korábban is így vallottam, hogy egyre kevesebbet kellene módosítani az adott törvényeket, mert itt is ugye a személyi jövedelemadó törvény módosult, és főleg így évközben. Még akkor is a pozitív változás van benne a törvény szövegében. Megzavarja a vállalkozókat, megzavarja a könyvelőket. Szerintem lehet, hogy az év elejé adó törvényeket kellene jó alaposan átnézni, figyelembe venni azoknak a társadalmi és vállalkozói szervezeteknek a véleményét, észrevételeit is, mert itt is mondjuk például, amiről majd most beszélünk, mondjuk a Fuvarozók Egyesülete volt az, aki szorgalmazta ennek a személyi jövedelemadó törvény változását. Tehát összességében pozitív a változás, de nem szerencsés évközben bevezetni ilyeneket. Miről is van szó pontosan? Először is augusztus 1-től változott a kiküldetés fogalma. Tulajdonképpen minden olyan székhelytől, telephelytől kiküldetésben töltött idő, ahol a munkáltató elrendeli a hivatali utazást, az kiküldetésnek minősül az új jogszabály szerint. A korábbiakban mondjuk a fuvarozók tekintetében, ugye, és még most is a munkaszerződésben az áll, hogy munkahelye mondjuk az egész ország. Ebben az esetben ugye nincs kiküldetés, tehát nem tud adómentesen ahhoz a 3000 forintos napi díjhoz hozzájutni, mert tulajdonképpen sosincs kiküldetésbe, vagy sosem volt kiküldetésbe, mert az egész ország a munkahelye, lásd, ugye mindenhova viszik az árut. Na most a jogszabály azt mondja, hogy amit a munkáltató elrendel, tehát magyarul, ha ő a telephelyéről, székhelyéről szállítja az árut egy másik helyre, az már bizony kiküldetésnek minősül, és jogosult az adómentes napi díj felvételére. Tehát ez a jogszabálymódosítás alapvetően a fuvarozókat érte, vagyis érinti pozitív jelleggel. Beszéljünk egy kicsit a kafetéria juttatásokról is. Mostanában, mintha kevesebb szó esne a lakáscélú juttatásokról, ezek lehetőségéről. Holott pedig ugye építkezünk, nagyon sokat beszélünk a CSOK-ról, a családi otthonteremtő támogatásokról, de a vállalkozók is minden további nélkül eddig is adhattak a munkavállalóiknak, hangsúlyozottan a munkavállalóiknak, nem az olyan ügyvezetőnek, aki nem munkaviszonyba tölti be az ügyvezetői feladatot. Gyorsan egy ilyen kivételt, ami egyébként előszokott fordulni, mondanék, hanem a munkavállalónak a lakás értékének, a megvásárolandó, fölépítendő, felújítandó lakás értékének a 30%-áig, maximum 5 millió forintig adómentes, hangsúlyozottan adómentes lakásvásárlási támogatást adhatnak kafetérián belül. Na most annyi változott augusztus 1-től, egyrészt pontosították a jogszabályt, amely kevesebb adminisztrációt igényel, de fölhívom minden cégvezető figyelmét,
hogy változtak a lakás minimális, lakhatás minimális feltételei. Megszűnt a félszoba számítása, minden 8 négyzetméter fölötti szoba az egy egész szobának számít. És akkor röviden összefoglalnám, hogyha egy-két fő lakja az újonnan épített vásárolt lakást, akkor a méltányolandó szoba mennyiség 3. Ha 3-4 fő lakja, akkor már akár 4 szobás lakás is lehet, amihez adhat a munkáltató támogatást az általam említett 30% vagy 5 millió forintnak megfelelően. Azonosak a kritériumok a különböző lakástámogatási rendszerek esetében? Tehát a kafetéria keretében kapható támogatás és mondjuk a CSOK, a családi otthonteremtési kedvezmény esetében kapható támogatásnál ugyanazokkal a feltételekkel kell számolni annak, aki próbálja az új otthonát megteremteni? Hasonlóak a feltételek, de nem azonosak. A CSOK vonatkozásában egész más jogszabály, egy önálló jogszabály szabályozza a ehhez történő hozzájutást, ugye az a kincstáron keresztül történik egyébként, míg ezt a részt a személyjövedelemadó törvény szabályozza, most már egyértelműen, és tulajdonképpen a munkáltatókra vonatkozik, míg tehát itt munkáltatói felelősségről beszélünk, amikor ugye a munkavállaló, aki igényelte ezt a juttatást, annak biztosítja a cég. Tehát a munkáltató a felelős. Míg a másiknál, a CSOK-nál a feltételeket ugye a Magyar Államkincstár, illetve annak a szervezetei, illetve hát persze, ha ez hitellel párosul, akkor a hitelintézet végzi el. Itt is meg kell jegyeznem, hogy nem közvetlenül adjuk az 5 millió forintot a dolgozó kezében be, hanem hitelintézeten keresztül kell folyósítani, tehát itt is van azért egy biztosíték. Másrészt még egy nagyon fontos augusztus 1-i változás, hogy a munkáltatónak utólagosan ellenőrizni kell, hogy valóban arra fordította a munkavállaló ezt az összeget, amire kérte. Elmegy a házszentelő buliba? Tulajdonképpen igen. Én azt javaslom, hogy ha nem is a házszentelő buliba, de mindenféleképpen a lakás átadásánál valamilyen formában legyen jelen a munkáltató képviselője, készítsen egy jegyzőkönyvet, felvételeket, hogy a lakás megfelel azoknak a kritériumoknak, ami alapján adómentesen azt az 5 millió forintot megkaphatta a dolgozó. Ezt a juttatást későbbiekben sem kell visszafizetni, ugye? Akkor sem, hogyha esetleg a dolgozó távozik attól a cégtől. Ennek lehetnek feltételei, de tulajdonképpen a lakás célú támogatást azért adja egy munkáltató, ha most magamat érteném, én azért adnám, hogy hosszú távon magamhoz kössem a jó munkaerőt. Na most természetesen kiköthetem azt, hogy legalább 5 évig dolgozzon nálam, ha nem dolgozik nálam, akkor arányaiban ezt az összeget esetlegesen vissza kell neki fizetni. De tulajdonképpen nem írja elő a jogszabály, hogy ezt meg kell tennem. Említette, hogy kevéssé ismert, kevéssé népszerű ez a juttatási forma a kafetéria keretein belül. Mégis van-e esetleg valamilyen adat arra nézve, hogy hányan vagy milyen összeggel részesültek ebből a lehetőségből? Adatot nem tudok mondani, lehet, hogy majd egy következő interjúra utána nézek. Valószínű, hogy a NAV-nál találunk egy ilyen összesített adatot. Tényleg nagyon kevesen használják, azért is hívtam föl rá figyelmet, mert egy jelentős összegű adómentes juttatást lehet így a dolgozók irányába adni a munkáltatók részéről, már aki meg tudja tenni. Természetesen kisebb munkáltatók, akik hát tényleg a napi életükért küzdenek, azok valószínű ezt a nagyságrendet nem tudják meglépni. Természetesen ezen belül kisebb összeg is adható, tehát de ott is a feltételeknek, függetlenül, hogy csak mondjuk egy munkáltató 1 millió forintot ad, ott is ugyanúgy meg kell felelni az általam említett szobaszám és lakók számához igazodó feltételeknek.
akinek esetleg még kérdése van, az ezt megkonzultálhatja majd különböző szakemberekkel az ősszel, szeptemberben megrendezésre kerülő vállalkozói találkozón is, amiről ugyancsak beszéltünk már korábban. Így igaz, de hát nem elég róla beszélni, mert hát most is ugye egy rendhagyó környezetben vagyunk. Ott is szeptember 3-án a Mogyoródi úti sportpályán, Zuglóban rendhagyó környezetben fognak a NAV szakemberei, valamint a VOSZ-nak a tanácsadó szakemberei fogadják a vállalkozókat és adnak tanácsokat, akár az előbb említett témákban, napi díj, EKR, vagy akár a lakásépítési támogatás mikéntje, de természetesen pályázati tanácsadás is lesz az uniós pályázatokhoz kapcsolódóan. Tényleg profi szakemberekkel várjuk a vállalkozóknak a jelentkezését. Természetesen, mint ahogy eddig is, egy előzetes bejelentkezéshez kötött a részvétel, díjmentes, de előzetes bejelentkezéshez kötött, a titkárság@vosz-kmrs.hu e-mail címen tudnak a vállalkozók bejelentkezni. Néhány olyan dolog, ami egyébként újdonságnak fog számítani, újra lesznek kiállítóink. Minden évben volt egy, kettő, három, aki bemutatta a termékeit, de idén újra lesznek kiállítóink. Egész végig a színpadon műsorral várjuk, táncos, zenész műsorral várjuk a vendégeinket, valamint a családtagoknak természetesen a szokásos ugrálóvár. Újdonságképp fog számítani a buborék foci, amely a családtagokat, de természetesen a felnőtteket is egy új játékra fogja ösztönözni. De a szokásos sportjátékokon túl foci, asztali tenisz, darts, stb. Többin kívül pedig megrendezzük a Skander bemutatót, és Skander versenyt is tartunk az erős férfiak, és megjegyzem, az erős hölgyek számára is. Úgyhogy lesz program bőven, mint jeleztem, természetesen sok prominens személy is várunk vendégként, akikkel a vállalkozók tudnak találkozni. A NAV helyettes államtitkárát várjuk, Tamásné Cinege Csilla jelezte, hogy ott lesz. Természetesen ott lesz György István kormánymegbízott úr, főváros kormánymegbízottja, Tarnai Rihárd úr, Pest megye kormánymegbízottja, és hát Zugló képviselői is, és természetesen Zugló polgármestere is, Karácsony Gergely úr is tiszteletét teszi, legalábbis ezt jelezte az elmúlt hetekben számomra. Legyen hozzá jó idő. Köszönjük szépen!